Williams Televízió. Az Üllői Városi Sportcsarnok adott otthont a lucanapi hagyományok nevében első alkalommal megrendezett boszorkánykupa elnevezésű sportversenynek. A nagy sikerű eseményen 21 csapat mérette meg magát. A szülői munkaközösség az iskolában úgy gondolta, hogy csinál egy sportversenyt. Megpróbáltuk az alsó és felső tagozatosokat összehozni, és hát azért lett boszorkánykupa, mert ugye ma december 12-e, holnap lesz Luca napja, és ez innen jött az ötlet. Hány csapat indult a verseny? Igazából 3 osztály kivételével minden osztály jelentkezett a versenyre. Van olyan, ahonnan 2 csapat is indult, ezért így 21 csapatot tudtunk indítani a versenyen. Milyen ajándékokban részesítik a csapatok? Hál' Istennek szerencsém volt, mert támogatott minket a valamint így ezért sikerült nekünk több ajándékot juttatni a gyerekeknek, kaptak egy kis ropit és egy kis édességet, valamint az első 3 helyezettet tudtuk díjazni éremmel és egy osztályunkénti nevezést egy kupával. Ez az első rendezvény, jövőre is lesz ilyen hasonló rendezvény? Hát reméljük, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és reméljük, hogy hagyományt tudunk belőle teremteni. Anya vagyok, orrom csupa vas, körömöm a fekete, lesz majdnem ulas. A vasor ruhába, a fekete ruhába, cseprényére lovagolok el a banyabálba. A vasor ruhába, a fekete ruhába, cseprényére lovagolok el a banyabálba. Rúd anya vagyok, piszka fakadába, nekem minden evél, mint a rozsálom. A sorrubába, a fekete ruhába, zsepügyűre lopagolok el a banyabálba. A sorrubába, a fekete ruhába, zsepügyűre lopagolok el a banyabálba. Orrom csupa vas, körmömöm a fekete, lesz majdnem ulas. A sorrubába, a fekete ruhába, zseprinyére lovagolok el a banyabálba.